Isten hozott titeket, sziasztok! Hello, welcome! Nagyon köszönjük Andris és csapat, hogy vezettetek minket ma este is. Thank you so much to the worship team for leading us in worship. Ne, nem tudom, énekeltük ezt az éneket, hogy menj be fenn a trónusnál. We sang a song with the lyrics that up and Uh, the heaven, uh, before the throne of God. És azon gondolkoztam, hogy milyen jó, hogy ez, ez, nem úgy van, hogy a mennybe fenn, hogy valami irtózatos távolságba tőlünk. That, uh, really, uh, Hanem fent, de mintha csak egy, egy magasabb dimenzióba lenne. Uh, we say up there, but it's like a different uh, dimension. Isten trónja valójában a mi szívünkben is van. Because God's throne, God's throne is in our hearts. És milyen jó, nem, amikor így együtt vagyunk az Úr dicsőrét, dicsőítésében. And it's so great to be together in the praise of God. Remélem, hogy jól telt a hetetek. I hope that you had a good week. De ha nem is telt jól, akkor most segíthetünk egymásnak, hogy jól induljon a hétvége. But if it wasn't good, we can help each other to have a good weekend. So please look at the person sitting next to you and yeah. tell him or her that it's good to have you here. Nagy szeretettel azokat, akik az interneten keresztül velünk. And we welcome you who are watching us online. Isten hozott welcome. És ma este folytatni fogjuk a sorozatunkat Dávid életében. a sorozatnak az a címe, hogy Megállíthatatlan. Nem tudom, figyeltétek, hogy Andris beleszőtte az imába. És éppen ezért ez a címe, mert Dávidnak a dicsőítése megállíthatatlan volt. And the reason for having this title is that the the worship of David was unstoppable. És ezért ő is megállíthatatlan lett. And because of that he became unstoppable. És David egy Isten szíve szerinti férfi volt, azt mondja az Ige. And the word says that David was a man after God's own heart. És nem tudom, hogy nektek volt-e olyan bibliátok, vagy láttatok előjátam ilyen nagy komoly fekete könyv?

Well, after our story today, you might think that a golden cover should be scratched off. Because we're going to look at a story that you won't even believe that it's in the Bible. Especially not about the man of whom God said that he's a man after my own heart. I don't know but I said it's 18+. Tanítás. And I told the team that it's going to be an 18 plus uh, sermon. <laughs> <laughs> so, if you're under 10, uh, then you should go to the kids' ministry, which doesn't exist. Gyertek, so, let's pray. Father, we ask you to speak to us as we are looking at this story from the life of David. kérlek hogy tört fel nekünk ezt a történetet hogy hogy megértsük hogy mi van benne. We pray that you would open up this story for us so that we would understand what's in it. Szeretnénk igazán a te szíved szerinti emberek lenni. We would like to become people after your own, your own heart. Soj hozzánk. Speak to us. Jézus nevében. In Jesus name. Amen. 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 Van átok Bibliakor ez a történet a 2 Sámuel 11-ben van. If you have a Bible with you, you can find a story in 2 in second, second Samuel 11. Semmi gond, ki képernyőre is vetítve. If you don't, you can find it on the screens. Uh, az első fogom and I will start in verse 1. Uh, it contains a lot of uh, stories, so we are fogja. going to read a lot. És, és, hagyjátok, hogy így a történet hasson rátok. Just let it have an on you. Ez állott. Egy múlva, abban az időben, amikor a királyok háborúba szoktak vonulni, elküldte Dávid Joábot szolgáival meg az egész izrael együtt. Pusztították az ammóniakat és körülzárták rabbát. Dávid azonban Jeruzsálemben maradt. In the spring, at a time when the kings go off to war,

From the roof he saw a woman bathing. The woman was very beautiful. Dávid elküldött és kérdezősködött az asszony felől. Ezt mondták neki, ez Eliám lánya, a Hettita felesége. And David sent someone to find out about her. The man said, She is Bethsheba, the daughter of Eliám, and uh, the wife of Uriah, the Hittite. Here comes the 18 plus part. Akkor követeket küldött Dávid, és magához vitette őt. Az asszony, aki éppen azelőtt tisztult meg tisztátalanságából, bement hozzá, ő pedig vele hált. Azután hazament az asszony. Then David sent messengers to get her. She came to him, and he slept with her. Now she was purifying herself from her monthly uncleanness. Then she went back home. De az asszony teherbe esett. Megüzente hát Dávidnak, teherbe estem. The woman conceived and sent word to David, saying, "I am pregnant." Durva a a hey, you are quiet. Elég, elég durva a történet, igaz? This is quite a story. Ez a van? Is it really in the Bible? Is it truly about David? És itt ugye elég durva, ami történik, hogy így egy asszonyt, and it's really um, harsh that he sees a woman and then gets her and sleeps with her, and then he gets pregnant.: And maybe uh, in our days, uh, some say that the first part is all right, but then uh, when they hear that she got pregnant, then they say, uh "Oh, there's a problem there." Mielőtt valaki félreérti, nem oké okay. az első rész. Don't get me wrong, the first part is not okay either. De a probléma az nem itt kezdődött. But the problem didn't start here. Hagyj mondjak erről két szót, mielőtt tovább megyünk a történetben. Let me say a few words about that before going on in the story. A, amit itt látunk, az valójában egy folyamatnak a beteljesedése. What we see here is really the culmination of a process which started 20 years before that. This story did not begin when David remained in Jerusalem or when he saw Bathsheba during the bathing. elvette először a második, aztán a harmadik feleségét. Amikor, megvetette Istennek a házasságra vonatkozó tervét. When he ignored and despised God's plan concerning marriage. Dávid úgy tűnik, hogy miközben Isten szíve szerinti férfi volt, ezt a területet, ezt nem tudta átadni Istennek. It seems that David, while being a man after God's own heart, he couldn't really uh, surrender this area of his life to God. A nem tudta Somehow he couldn't keep his um, fleshly desires under control. Valamit, azt remélte, hogy az majd a lesz. He was looking for something, hoping that he would find that something in the next woman. De aztán meg. But then he never found it. És a fia Salamon ugyanezt az utat követte később. And his son Solomon followed the same path. És kimaxolta, ha lehet így mondani. Sort of Salamonnak 700 felesége volt, Because Solomon had 700 wives. és mellé még 300 ágyasa. And also 300 concubines. Konkrétan azt mutatta be az élete, hogyha ha egy nő nem elég, akkor nem lesz elég ezer sem. And his life um, showed that if one woman is not enough, then a thousand women will not be enough either. So here's the story. And I would like you to see that David is already going down the road. And there were, there were several points where he could have stopped. Néha úgy gondoljuk, mert And we tend to think, because of the media today, that he saw her and he was unable to resist because she was so beautiful. De érdekes, hogy a Bibliában vannak ilyen történetek, ilyen 18 pluszosok. But it's interesting that we can find several 18 plus stories in the Bible és is and joseph's story is like that as well because he got into a situation when the wife of Potiphar got, her, got him and said that okay you're coming with me boy and... ne, nem így a a ruhája a kezébe volt. And was not looking him from the top of the roof, but grabbed his very cloak. És József mit csinált? And what did Joseph do? Borzasztóan férfiasan elszaladt. In a very manly way, he ran away. Mert tisztelte Istent. Because he respected God. Dávid, Dávid itt több helyzetben megállhatott volna. Például elmehetett volna a csatába a hadseregével együtt. David could have stopped at several points. For example, he could have gone into battle with his Mert, army. Mert Mint vezető ez lett volna a dolog, hogy ott legyen az embereivel. Because as a leader, this is what he should have done. Vagy megállhatott volna ott, hogy oké, okay, máskál a tetőn, í nézelődik. És meglátja Becsabít és így up elfordítja a szemét. Or he could have stopped when he was walking on the roof, so Bechiba, and then he could have turned his face away. And there may be men here in the room who say, all right. I had a colleague who used to say that you can check out the menu everywhere, but you should eat at home. The Bible says but the Bible says otherwise.: van egy, van egy érdekes, There's an interesting Bible verse in the book of Job.:: Job, úgy az való kapcsolatáról, hogy közben azt mondja, Job talks about his relationship with God. Hogy szövetséget kötöttem a szemeimmel, hogy ne kívánsággal a lányokra.: Saying that I have made a covenant with my eyes, How then could I gaze at a, at a virgin? David megtehette volna ezt. David could have done this. Meglátta, de lezária magában ezt. He saw her, but he just ends it in himself. Vagy, hogyha így küzdött vele, elkezhetett volna imádkozni, így Isten elé vinni, hogy uf, ura uram, de ez most durva. Or, uh, as uh, soon as he saw her, he could have started uh, praying to God, saying, have mercy on me hogy itt megálljon legalább ez az ügy, hogy megbámulta. So could stop there at at her. De ehelyett azt látjuk, hogy elkezd kérdezősködni, hogy ki ez a nő. But Kb. annak a megfelelője, mint amikor ma rákeresel valakire az Instán, hogy na, hát today, van valami jó kép. Today it's something like checking her out on Instagram. És aztán a, a, végén, hogy még itt sem áll meg, hogy megtudja, hogy ki becsabé. And he doesn't stop at a point when he finds out who she is. Hanem még el is hozatja, és lefekszik vele. But he gets her and sleeps with her. Aztán el, el eltelik pár nap. Then a few days go by. És elképzelem, hogy Dávid megint pihenget, mert nincs a csatában. And I can imagine David just chilling out, he's not in the war. Tehát fél homály it's half darkness in the room. És a telefon. Zzz, zzz, and you can hear his cell phone. És oda néz, rájt, hogy Betsabétól új üzenet. And he looks there, and he sees, oh, there's a new message from Betsiba. Teherbe estem. I'm pregnant. Azt értenetek kell, hogy abban a korban ez nagyon-nagyon nagy következményekkel járt. you have to understand that in, back in that time, it had very severe consequences. Is, tette, ez egy volt. even if it, if it was done by the king, it was adultery. Ez azt jelenti, hogy volna érte. which means that um, it was punished by stoning. Úgy, hogy azon dolgozni, hogy ez so david is trying to work on, to cover it up. Akkor Dávid ezt üzente Joábnak, a hadvezére. El, küld el hozzám a hettita úriást. Joáb el is küldte úriást Dávidhoz. So Amikor Úriás megérkezett hozzá, megkérdezte Dávid, hogy jól van-e Joáb, jól van-e a hadinép, és jól folyik-e a háború. When Uriah came to David, uh, he asked him how Joab was, how the soldiers were, and how the war was going. Mennyire átlátszó Dávid. This is so transparent. Tényleg annyira érdekelte, hogy hogy megy a háború, hogy az egyik legjobb harcost haza kellett hivatni száz kilométerről? Was he really so curious that he had to get uh, one of the best warriors back to have news? Aztán azt mondja, hogy azután ez mondta Dávid úriásnak, menj haza és most meg a lábadat. Then David said to Uriah, Go down to your house and wash your feet. David's plan was that Uriah would go home, be with his wife, and it would be obvious whose kid the kid is. What a great and wise advice he gave here. Go home and start with washing Ezt your face. most vettemésre. I just noticed that. Ebből ebből a ezekből a versikből látszik, hogy Dávid ezen a ponton mennyire nem tisztelte Sem Úriást, sem uh, Betsabét. These verses show us um, the lack of respect in David towards Uriah and Bathsheba. Becsabé konkrétan az egyik vezető emberének a lánya volt. was Hettita Uriás pedig az egyik legjobb katonája, és az, hogy Hettita az arra utal, hogy nem zsidó származású volt, de annyira hit Isten népének az ügyébe, hogy odaállt Dávid mellé harcolni. And Uriah Hittite was one of his greatest warriors, Uh, the fact that he was a Hittite means that he was not a Jew but he believed in God uh, so much that he stand on the side of David. Davidnak itt tudjuk neki, hogy nem nem számít, hogy kingáz olád, csak a terve működjön. It seems that David doesn't care about the path he just wants to um succeed in his own plan. Mennye haza, legyel, legyüt a feleségéd, és akkor majd jó lesz, hisset, hogy tied a gyerek. Én meg majd röhögök a Markomba. just go home be with your wife and you'll think that it's your kid and i'm just gonna Nézzük -e a terv. Let's see if the, if the plan works out. So uriah left the palace and a gift from the king was sent after him. He even gave gifts. To him. De him a királyi palota bejárata előtt feküdt le, ura többi szolgájával együtt, és nem ment haza. But Uriah slept at the entrance to the palace with all his master's servants and did not go down to his own house. Dávidnak, hogy Úriás nem ment haza, Dávid Úriástól. David was told Uriah did not go home, so he asked Uriah. So the plan uh, doesn't seem to work. Because David is told that the guy didn't go home, so David is going down. And he asked, "Haven't you just come home from military campaign? Why didn't you go home?" Davidnak a láda meg Izrael és Judas sátrakban laknak. Az én uram Joab, és uramnak a szolgái pedig a nyílt mezőn táboroznak. Hogyan mehetnék akkor én haza, hogy egyem, ígyam és a feleségemmel háljak? Az életemre, a lelkemre mondom, hogy nem teszem ezt. Uriah said to David, The ark and Israel and Judah are staying in tents, and my commander Joab and my lord's men are camped in the open country. How could I go to my house to eat and drink and make love to my wife? As surely as you live, I will not do such a thing. I can imagine David like, oh, it's not working out. Scratching his head. What now? David says, we have to buy some time. Then David said to him, stay here one more day, and tomorrow I will send you back. Ott maradt tehát Úriás Jeruzsálemben aznap és másnap is. So Uriah in that day and the next. És látjuk, hogy van Dávidnak újabb terve. And we see that David comes up with next plan. Aztán hívatta őt Dávid, hogy vele egyék és igyék, és leítatta őt. A De este urának a szolgáival ment ki lefeküdni a fekvőhelyére, és nem ment haza. But in the evening, Uriah went out to sleep on his mat among his master's servants. He did not go home. Micsoda jellem? What um, a character. Mennyire ráver jellemben Dávidra itt, igaz? How he's uh, a bigger character here than David is. Dávidnak ez a történet olyan, mint egy ilyen Balatonparti spirálos csúszda. For David, this story is like a, a spiral uh, slide. Nem viselkedik vezetőként. Is not acting or behaving as a leader. Bámulászik. <laughs> he's Az just a gazing around.: has Then he's committing adultery.:: Aztán trükközik, Then he's playing tricks.: Mi then, történik itt? then he makes someone drunk, hoping that he would go home to his wife, whom David got pregnant. What's happening here? And then the, the very worst comes. Írt Dávid el. In the morning, David wrote a letter to Joab and sent it with Uriah. David egy Joab so David sends Uriah back with a letter to Joab. And in it, he wrote. Állítsátok úriást az arcvonalba, ahol a leghevesebb a küzdelem. Azután húzódjatok vissza, hogy levágják, és a halálát lelje. So Ez ugyanaz az ember, aki a Zsoltárokat írta. This is the very same person who wrote the Psalms. Így történt a város ostrománál, hogy Joáb úriást arra a helyre állította, amelyről tudta, hogy ott a kemény harcosok állnak. Amikor kitörtek a városbeli férfiak, és megütköztek Joábbal, néhányan elestek a hadinéből Dávid szolgái közül. Meghalt a hetita úriás is. So while Joab had the city under siege, he put Uriah at the place where he knew the strongest defenders were. When the men of the city came out and fought against Joab, Some of the men in David's army fell. Moreover, Uriah the Hittite died. Küldött azért Joab, az egész ütközet lefolyásáról. Joab sent David a full account of the battle. Verse 22 The messenger set, set out, and when he arrived, he told David everything Joab had sent him to say. A küldönc ezt mondta Dávidnak. Először erősebbek voltak nálunk azok az emberek. Ránk törtek a mezőn, de mi visszaszorítottuk őket a kapu bejáratáig. A várfarról azonban lövöldözni kezdtek szolgáidra az íjászok, és meghaltak néhányan a király szolgái közül. Szolgád, a hetita úriás is meghalt. Then the archers shot arrows at your servants from the wall, and some of the king's men died. Moreover, your servant Uriah the Hittite is dead. Akkor ezt Dávid a David told to the messenger, Say this to Joab, don't let this upset you. The sword devours one as well as another. David

amikor ezt meghallja, hogy ez történt, akkor azt mondja, hogy nem olyan nagy baj. And when he gets the news that it happened, he says, it's not such a big deal. Ki ez az ember? Who is this man? Mi történt vele? What has happened to him? Hogy, hogy volt képes ilyen dologra? How could he do such a thing? Hogy tudta ezt így végigvinni? How could he do all the way through it? Mindjárt visszatérek erre, de csak lekerekítem a történetet. I will get back to it in a second. A folytatás az, hogy Betsabe is meghallja, hogy Úriás meghalt, és elgyászolja a férjét. Ezután pedig Dávid feleségül fogja venni Betsabét. The story continues with Betsiba mourning for his uh, dead husband, and then after the time of mourning, uh, David is going to marry her. És olyan érdekes, hogy szinte az egész fejezetben nem kerül említésre Isten, csak a legutolsó versben azt mondja, hogy De az úrnak nem tetszett, amit Dávid elkövetett. The Lord. És aztán jön Nátán próféta, aki elmond Dávidnak egy példabeszédet, amivel rávezeti őt, hogy mit tett. And then Nathan the prophet comes and uh, says a parable to David with which he makes him realize what he has done. And it's really moving to read that uh, chapter, seeing David shrinking, shrinking, and then in the end, genuinely repenting. Isten pedig megbocsát neki. And in, and in the end God forgives him. De nagyon súlyos következményei vannak ennek a történetnek, attól függetlenül, hogy Isten megbocsátott neki. But uh, in spite of God forgiving him, this story has very severe consequences. Az a gyermek születése után nem sokkal meghalt. És emiatt a történet miatt Dávid családján belül borzasztó dolgok történnek majd a jövőben. And because of that story, in David's family, in the future, uh, terrible things happened. Erőszak, lázadás, polgárháború. Violence and revolt and a civil war. Szóval, mit történt Dáviddal? So what happened to David? És tudjátok, a péntek estéken szeretünk ilyen inspiráló, bátorító tanításokat mondani. You know that on Friday nights we like to share inspiring and encouraging stories. But the picture about David's life would not be complete if we neglected to look at these kind of stories. Whether you like it or not, this is David as well. És talán, Akkor az ak, akkor az segíthet nekünk, hogy mi is felvértezzük magunkat, hogy ne kövessük ebben az ő példáját. And maybe if we take a look at a closer look at what happened here to him that will prepare us not to make the same mistakes. Az első dolog, amit szeretnék kiemelni. The first thing that I would like to highlight. Hogy a bűn az nem játék. Is that sin is no game. És a bűn bűnhöz vezet. And sin leads to sin. Ugye az egész ott kezdődött, hogy Dávidnak nem volt a helyén a nőkkel kapcsolatos értékrendje. Uh, the whole thing with David not a women. És csak egy olyan helyzet kellett, hogy ő sem volt a helyén, és utána jött egyik esemény a másik után. És mivel nem úgy látta az embereket, sem Betsabét, sem Úriás, sem a katonáit, ahogy Isten látta ezeket az embereket. And since he was not considering people uh, Uriah and Bathsheba and the others in the same way or from the first uh, from the same perspective as God did. Ezért elkezd felettük Istent játszani. For that reason uh, or because of that he started to play God. Dávid itt úgy csinál, mintha ő lenne az Isten. Játszik az emberi sorsokkal, mintha egy saktáblán a bábukat tologatná. David Te eljössz, veled lefekszek, téged idehívlak, visszaküldelek, megöletlek, mintha sakbábuk lennének. You come here, I sleep with you, I get you here, you go back, you get killed, I do whatever I want to do to you, like um, on the chessboard. David úgy látja ezeket az embereket, mint eszközöket a saját céljaihoz. David sees these people as tools for his own plans. És azt mondod, hogy jó, hát itt ülünk Budapesten a 21. században, én, én nem így nézek az emberekre. And you may say that we are sitting here um, in Budapest in the 21st century. That's not the way I look at people. Hiszem, hogy nagyon, nagyon vigyáznunk kell ezzel. But I think we have to be very careful with that. Uraim, egy olyan kultúrában élünk, ami teljesen tárgyasítja a nőket. Gentlemen, we are living in a culture that objectifies women. Nézzétek meg a plakátokat, nézzétek meg a filmeket, hallgassátok meg a zenéket. Nézzetek körül. Look at all the commercials, the uh, movies, music. Just look around. Azt, azt kommunikálja minden felénk, hogy egy jó nő az semmi más, mint amit megszerzel, jól érzed magad vele, és aztán, ha már nem kell, akkor majd lecseréled. Everything we see and hear communicates That um, a great woman is nothing else but someone you can get, you can have fun, fun with, and when you no longer, you're no longer interested, you can just um, get rid of her and um, go to the next one. Egy Ladies, you look at a, a guy. Azt azt csak a fiúknak beszélek, you hope that I'm only talking to guys. <laughs> And you say that he's an excellent husband material. Ma idén rendber akom. I will get him fixed. Nagyon vigyázni kell ezzel, hogy hogy egy úgy lássuk, hogy Isten lát minket. We have to pay attention to look at each other the way God looks at us. Hogy úgy lássd a másikat, aki szembe van veled, mellette dől, mint Isten képmását. To see the other person as a reflection of God, mint Isten as a daughter of God, mint Isten kisfiát, as the Son of God, akivel te ne játsszál, uh, with whom you are not allowed to play games, who was not born in order to be a tool in your hands, but to honor his Father. Ha tudod úgy szolgálni azt a nőt, hogy ebben segíted, hogy ő az atyát dicsőítsé, akkor vedd el feleségül. If you are able to help and serve that woman in a way that she would be able to praise his father in a better way than marry her. Ha csak eszközként akarod használni, akkor ne játsz vele. If you just want to use her as a tool, then stop playing around with her. Mert az apjával jölik meg a bajod. Because you're gonna get in trouble with his dad. Egy Timóteus 5. ben van. In 1 direkt meg. Van egy vers, a fiatal lelkipásztornak mondja Pálapostól Timóteusnak. Uh, Paul says to the young, uh, pastor, Timothy, hogy hogy viszonyuljon a, a nőkhöz a gyülekezetben. How relate to women in the church. És azt mondja, az idősebb nőkhöz viszonyulj úgy, mint hogyha az anyukád lenne. And uh, he says that to older women you should um, relate as a mother. A pedig, mint hugod lenne. And younger women like sisters. Na, hát ez az első dolog. Well, that's the first thing. Let's look at the second one. What else can we learn from this story? Ez negatívan fog hangzani, de ez nagyon pozitív. This will sound negative, but it's really positive. A

Vagy azt mondta volna, hogy megláttam azt a nőt, nagyon jól nézett ki, de itt most leállítom magam, Uram, segíts megállni ebben a helyzetben. Meg kellett várni, míg ez az egész történet végigmegy, és ott jutott el Dávid a bűnbánatig. But uh, we had to wait until the whole story came to an end, and there David uh, reached repentance. Volna. But it could have happened in a different way. És ez a mi is igaz. And it's true in our lives as well. Mondod, hogy, okay, ez bűn. The sooner you say, okay, that's a sin, a the sooner you will uh, pull it. Uh, van egy nagyon divatos tanítás keresztény körökben, hogy, hogy nem kell bűnt vallani, mert hát Krisztus megváltott és mindent megbocsátott. There Nincs szükség bűnvallásra. That there is no need to confess our sins. Figyeljetek, önmarcangolásra tényleg nincs szükség. Well, uh, self-loathing is unnecessary. Mert Jézus tényleg elrendezte a bűneinket, és tényleg megbocsátotta. Because Christ truly settled our sins and forgave them. A bűnvallás nem azért van, hogy Isten megbocsásson. Confession does not serve uh, the purpose that God would forgive us. Hanem, hogy mi a helyünkre kerüljünk. But to get us back in our place. Néha úgy gondoljuk, hogy főleg amikor bűnözünk. Hogy vagyunk itt mi, meg a bűnünk, ami per pillanat jól lesik, és ott van a másik oldalon Isten. Ő most az ellenség. Nagyon fontos megérteni, hogy, hogy fordítva van a történet. Hogy a bűn van a másik oldalon, az az ellenség, és Isten a mi oldalunkon van. That sin is on the other side as our enemy, and God is on our side. Bevallod, akkor Kész, a and when you confess it, then you just cut it, and the war is ended. Megérted, rájössz, dolog, and, if, and if you understand this, then you will see that it's the greatest thing, and it can make you free. Ezért mondja Jakab az 5.16-ban, hogy valjátok meg egymásnak a bűneiteket. És nézzük egy harmadik dolgot is látok ebben a történetben. És szerintem itt meg is kérlek Andris, hogy gyertek vissza. Folytatjuk a dicsőítést egy pár percen belül. And in a few minutes we're continue worshiping. Tudjátok mi a harmadik pontom? My third point is. You may not think, but even in this story we can find a gospel. Can you imagine that? De, hogy? But how? Mert bár ez a meghalt, because although this child died, Becsabénak és Dávidnak születtek még gyermekei. And David, they had other children. És a következő gyermek a sorban Salomon. And the next child was Solomon. Érdekes, hogy ő lesz a következő királya Izraelnek. És még érdekesebb, hogy ezen az ágon, az ő ágán jött el Jézus, a Mesiás. And it's even more interesting that Jesus the Messiah came through his lineage.: Az új első verse, a Máté 1, The first more most uh, perplexing verses in the Bible in the gospel is, how van is? Máté 1, 6. Matthew 1:6 when, when we can read Jesus' lineage.

Amikor küldi a tökéletes báránt, aki elveszi a világ bűneit. Sending the perfect lamb who would take away the sins of the world. Akkor egy olyan vérvonalon keresztül jön el, amiben például benne van ez a történet. And he's coming through a lineage that contains a story like that. Tudom, hogy úgy értettétek a tanítást, hogy, hogy, hogy a bűn az nem jó barát. And I know that you understand understood the story Uh, in a way that sin is not a good friend. Hogy fontos, hogy úgy egymásra, hogy Isten a that it's important for us to look at each other the same way as God looks at us. But it's so so that but in the middle of all of this, it's so comforting and encouraging that God can bring out good even from the most terrible stories of us. And in the lineage of Jesus, we can find uh, four different stories just like this. People who, if uh, they were your. Um, Mm -mm. In your lineage, then you would be ashamed of them. But Jesus came uh, through this lineage and he uh, lived here and he went to the cross and allowed nails to be, uh, be put in his hands and he died for these people to save them. Isten nem az ellenségünk. God is not our enemy. És aki pedig az ellenségünk, azt legyőzte. And he defeated our enemy. Úgyhogy hagyd zárjam be ezzel. So let me close with this. Lehet, hogy itt ülsz ma, és, és tudod, hogy benne vagy a kellős közepén egy ilyen folyamatnak.

Please decide today that you will not take this uh, thing with you. Zárd a ma. But uh, made end today. És lehet, úgy, akik még soha nem meg ezt. And there may be some of you here who has never done this before. Akik még talán soha nem át az you may have never uh, given your life to God before. Még az is lehet, hogy azért, mert olyan dolgok vannak a múltatokban, amire azt gondoljátok, hogy na ezt Isten biztos nem akarja megbocsátani nekem. Érdekes. A Biblia beszél arról, hogy lesz egy nap egy ítélet. Nem azt mondja a Biblia, hogy valaki meg fogja úszni, valaki nem and uh, it doesn't say that someone will some will get away with it and some will not. A kérdés az az, hogy mikor ismered be a bűnödet. The question is when you will confess your sins. Majd ott Isten előtt az ítélet napján. There before God on the day of judgment. Vagy ma, amikor az üdvösség napja van. Or today in the day of uh, salvation. Úgyhogy bátorítalak titeket erre.

akármilyen milyen kérés, akár valami ilyen dolog, amitől szeretnél szabadulni, de csak hogy egyszörön erőt szeretnél kérni az előtte álló időszakra gyere és szeretnénk kímátkozni, érted? And, uh, as we're going to continue worshiping, we some of us will be here, and uh, no matter what uh, topic or prayer request you may have, we would love to pray for you if you want to get free of things or anything else. És közben megyünk és dicsőítjük az urat. And in the meantime, we are going to go and praise the Lord. Isten, because He is a God like that. Is ki tudja hozni az Who can bring the gospel out of a story like that? Akkor esik te Do you think He would be puzzled seeing your life? Atyán, köszönjük neked ezt a történetet is. Father, thank you for this story. Bár nehéz szembesülni azzal, ami büszke emberünknek, hogy, hogy hova vezethetnek a mi döntéseink. Uram, tudjuk, hogy minket nem a büntelen életünk tesz előtted elfogadhatóvá, hanem Jézus vére. But we know that it's not our makes us acceptable in your eyes but Christ's blood. És köszönjük neked, Uram a bűn bocsánatot. And thank you for forgiveness of sins. Köszönjük Istenünk, hogy megoldottad a bűn problémáját. Thank you that you brought a solution to the problem of sin. És szeretnénk megalázni magunkat elötted, Uram. And we would like to humble ourselves before you, Lord. És megköszönni neked, hogy mindent fölvittél a keresztre, Jézus. And thank you that you um, took everything up to the cross, Jesus. Uram, kérlek, adj nekünk erőt ahhoz, hogy időben meg tudjunk állni. So Lord, I pray that you would give us the strength to stop in time. És hogyha van itt valaki, aki ma este szeretné az életébe hívni az Urat. And if there is anyone here tonight who would like to invite the Lord in his life. Akkor kérlek, hogy mondd velem ezt az imát. Then please say this prayer with me. El, Heavenly Father, hogy bűnös vagyok. I confess that I am a sinner. Köszönöm, hogy és Jézust, hogy értem a but thank you that you love me and you sent Jesus that he would die for me on the cross. I ask for your forgiveness for everything that I've done, and I'm asking you to come into my life today. Legyél a mai naptól kezdve az Istenem, az Uram, a megváltóm és a barátom. From this day on, be my God, my Lord, my Savior and my friend. A mai nap egy új kezdet. Today is a new start, a new beginning. Nem leszek többé a régi. I will never be the same again. Köszönöm, hogy meghallgattál. Thank you that you listened to me. Köszönöm, hogy megbocsátottál. Thank you that you forgave me. Köszönöm, hogy új életet adtál. Thank you that you gave me a new life. Jézus nevében. In Jesus name. Amen. 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 Hogyha esetleg ma mondtad el először ezt az imát, akkor szeretnélek kérni, hogy gyere majd ide hozzám, szeretnék érted imádkozni. Akár a dicsőítés alatt, vagy utána. Whether it's during the worship or after the service. De titeket pedig, mindannyiatokat arra kérlek, hogy álljunk fel, and és imádjuk Istent. The let's stand and the Lord. Legalább az első dalra, aztán leülhetsz a fáradt hogy. Menjünk ennek tired. az Istennek a jelenlétébe, aki ennyire szeret minket.